Ma újra megszólaltak a légvédelmi szirénák Ukrajna szerte. Az ukránok szerint több nagyvárost ért ismét orosz rakétatámadás. Tegnap orosz rakétacsapások sorozata érte Ukrajna nagyobb városait. Csak Kijevben 19-en meghaltak, és jelentősen megsérültek az áram- és vízellátást biztosító létesítmények. Oroszország szerint elérték a céljukat az ukrán katonai vezetési pontok és energetikai létesítmények elleni csapások. Kedd reggelre már csak a vas szerkezete maradt állva annak a zaporizsjai autószalonnak, amelyet az éjszaka orosz rakéta találat ért. Összesen 12 rakéta csapódott be a városba. Ez a második nagy veszteségünk. Az első szalonunkat Mariupolban bombázták le február 25-én, mondta az autókereskedés vezetője. A telephely mögött lévő lakóház is megrongálódott, egy ember meghalt. Lemberget is érték újabb támadások. A nyugat-ukrajnai város nagy része emiatt már második napja maradt áram nélkül. A polgármester szerint bár nagy a veszteség, úgy tűnik nem ismétlődnek meg a hétfői országos támadások. Október 10-én ugyanis az orosz hadsereg 11 ukrán régióban és Kijevben indított átfogó támadást. Főleg a létfontosságú közműszolgáltató infrastruktúrákat vették célba, de lakóházakba is csapódtak rakéták. Csak az ukrán fővárosban 19-en vesztették életüket, és több mint 100-an megsérültek. A legtöbb helyen megszakadt a víz, illetve az áramszolgáltatás. Az ukrán hatóságok arra kérték a lakosságot, csökkentsék az áramfogyasztásukat. Az ország vezetése pedig az európai országokba irányuló áramexportot is leállította, hogy saját felhasználásra maradjon elegendő áram. A hétfői és keddi támadást az orosz védelmi minisztérium is megerősítette. Az orosz hadsereg nagy hatótávolságú légi és tengeri indítású fegyverekkel precíziós csapásokat mért az ukrán katonai vezetés és energiarendszer létesítményeire. Minden kijelölt célt eltaláltunk, mondta Igor Konashenkov szóvivő. Ukrán források viszont azt közölték, hogy a rakéták mintegy felét, az iráni gyártású kamikáze drónok többségét megsemmisítette az ukrán légvédelem. Vladimir Putyin orosz elnök azt mondta, a támadás válasz volt az ukrán terrortámadásokra, köztük a Krímben, a Kercsi hídon elkövetett szombati robbantásra. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország kemény választ ad, ha ezek a támadások folytatódnak Oroszország területén. Az ENSZ szerint a hétfői orosz rakétatámadások háborús bűnöknek minősülnek, ha bebizonyosodik, hogy szándékosan civilek vagy polgári infrastruktúra ellen irányultak. Az úgynevezett bukaresti kilencek államfői is elítélik az orosz bombázást, amelyet a nemzetközi jog értelmében háborús bűncselekménynek tekintenek. A közös közleményt a bolgár, a cseh, az észt, a magyar, a lett, a litván, a lengyel, a román és a szlovák államfő írta alá, és csatlakozott hozzájuk még Észak-Macedónia és Montenegró elnöke is. Közben a G7 országok vezetőinek videó megbeszéléséhez az ukrán elnök is csatlakozott. Volodymyr Zelenszkij felszólította őket, adjanak Ukrajnának elegendő légvédelmi felszerelést Oroszország megállításához. Újabb szigorú szankciókat kért Moszkvával szemben, és ismét kizárta a tárgyalásokat Vladimir Putyin orosz elnökkel. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter viszont kijelentette, Moszkva kész lesz megfontolni egy orosz-amerikai elnöki találkozót a november közepén tartandó G20 csoport csúcs találkozóján, ha az Egyesült Államok javaslatot tesz erre. Szergej Lavrov emlékeztetett, többször is jelezték, hogy készek a kapcsolatfelvételre, de eddig nem érkezett megkeresés Washingtonból.